soron következő hazai kézilabda mérkőzésünket, az MB2-ben a Tempó KSE ellen vívták a Dunaszti csapat tagjai. Ezelőtt a mérkőzés előtt egy nagyon fontos idegenbeli rangadót sikerült megnyerni Kiskunfélegyháza csapata ellen, így megelőzve őket a második helyről várhatta a csapat ezt a mérkőzést. A Tempó csapatától az ősz folyamán idegenben kikaptunk sajnos 2 góllal. Ez volt az a mérkőzés, amelyiken az utolsó vereségét szenvedte el akkor a Dunaharaszti csapat, azóta 10 győztes mérkőzésen vagyunk túl. Tehát egy kicsit a bizonyítási vágy is hajtotta a fiúkat, illetve egy önbizalmat adott az, hogy előtte idegenben a Kiskunfélegyháza elleni győzelemmel saját kezünkben van újra az ezüstérem megszerzése. Előnyben vagyunk a Kiskunfélegyháza csapatával szemben 1 ponttal, illetve emellett még az egymás elleni játékban is mi vagyunk a jobbak, ugyanis akár hazai pályán, akár idegenben sikerült legyőzni a Kiskunfélegyháza csapatát. Mérkőzésnek az első részében kicsit kapkodó volt a játék. A könnyelműsködések azok megbosszulták magukat, és az első részében sajnos nem mutatták a két csapat közti különbséget. A Tempó csapata ugyanis jelenleg 11. a bajnokságban, tehát azért hazai pályán mindenféleképpen az volt az elvárt, hogy magabiztosan próbáljuk meg ezt a csapatot is legyőzni. Csak hát sajnos itt sem a védekezés, sem a támadásban nem érződött az a koncentráltság, ami az előtte lévő mérkőzéseken érezhető volt. Közben itt azért nagyon szép betöréssel az Olán Márk szerezte meg a Dunaharasztinak a 3. gólját, de így végig 1-1 góllal a Tempó csapata állt vezetésre, sőt itt a Lehotai Mártonnak egy szabálytalansága után egy megítélt büntetőt kapott a vendégcsapat, amit viszont nagyon szépen hárított Nagy Martin. Közben egy újabb bejátszást láthattunk a Szemes Andrásnak, aki ezzel 4-4-re módosítja a mérkőzést. Közben itt kiegészül újra a Dunaharaszti csapat, tehát letelt Lehotai Mártonnak a kiállítása. Itt újra megítélt büntetővel a Tempó csapata már 6-4-re vezetett. Megint egy nagyon szép keresztmozgást láthattunk, és Baski Szabolcs szerzi meg az 5. gólunkat. És itt egy nagyon szép paszt adott a Szemes András, amivel 6-6-ra módosult a mérkőzés. Ezen részében a mérkőzésnek egy kicsit rákapcsolta a hazai csapat, és megpróbálta azt a sebességet diktálni, ami valójában a Dunaharaszti kézilabdát jellemzi az elmúlt években. Sőt, itt újra elővette a csapat a jól bevált 7-6 elleni játékát, aminek azért persze megvan a veszélye, mert üres kapuval kell játszani, de nagyon sok gólt szerez ebből a Dunaharaszti csapat. Ez látható is a tabellán, hogy az MB2-ben a legtöbb gólt, közel 500
50-et szerzett már a Dunaraszti csapat. Ez betudható a 7-6 elleni játéknak, amit egyre jobban kifejleszt Illés Márton edző a csapatnál, és nagyon kevés csapat az, aki ezt MB2-es szinten bemeri vállalni. Itt azért ehhez a rengeteg gyakorlásra van szükség. Itt egy újabb megítélt büntetőt, megint csak az Olá Márk vált gólra, de itt még mindig csak 10-10 volt a mérkőzés. Sajnos egy pekhes gólt kapottan Martin, mivel újra csak a Tempó csapata vezetett. De rögtön válaszolt rá Olá Márk, és így megint csak 11-11 volt. Tehát itt egy nagyon szoros játék alakult ki, amivel azért egyenlőre nem tudtunk előnyt kovácsolni. Tehát mindig a hazai csapat futott az eredmény után. Itt egy újra jogosan megítélt büntetőt kap a vendégcsapat. Amivel még sikerül beleérnie Martinnak, de sajnos hárítania nem sikerül, és így a fél időben egy gólos vendéggyőzelem volt. Már itt a második fél idején rögtön egy nagyon szép labdaszerzést láthattunk az Olá Márktól, aki 13-13-ra egalizálja az eredményt ezzel a góllal. Itt kaptak a fiúk egy komolyabb fejmosást Illés Mártontól a fél időben, amivel egy kicsit meg is változott a játék képe. Tehát sokkal agresszívabban és keményebben kezdtek el védekezni a fiúk. Sokkal több megállító falt volt. Habár sajnos most ez pont egy kis hiba, ami védekezésben a figyelem hiányából adódott, de egy nagyon gyors kontrával, rendezetlen védelem elleni játékkal sikerült megint csak gólt szereznünk. És ott itt egy újabb nagyon szép szélre kihelyezett húzást láthattunk, de a vendégcsapat kapusa hárított. Majd itt egy újabb védést láthattunk, de hál' Istennek most már a hazai csapattól, amivel egy gyors indulással a 40. percben sikerült átvenni újra a vezetést, amit gyorsan egalizált a vendégcsapat. Majd itt egy jogosan megítélt büntetőt pont a kritikus helyzetben hibáz bele az Olá Márk, és marad 16-16. A másik oldalon is rögtön megítél egy büntetőt a játékvezető, amit ők viszont értékesítenek, tehát így nagyon gyorsan visszavették a vezetést. A Baski Szabolcsnak egy szép visszahúzott lövésé. Itt egalizálódik az eredmény. Sőt, itt egy újabb, szép, visszahúzott lövéssel megint egy góllal a Dunaraszti csapat vezetett. De ez sem tartott sokáig, mert itt a gólt kap a Haraszti csapat. Itt már passzívnál volt egy lövés, amit sajnos a kipattanót, azt visszaszerezte a vendégcsapat. És utána egy szép Csengeri Ádám védéssel indult ez az egész, majd fölkanyarodásból Szent Ivánszky Gyurika szerezt a hazai csapatnak egy gólt, melyel újra egy góllal vezet
a DMTK csapata. Sőt, itt egy nagyon jó ütemtelenül leellőtt a pro előtt lövéssel a Zolá Márk megszerezte a 20. gólunkat. Talán ezen szakaszban kezdett el a hazai csapat olyan lendülettel kézilabdázni, ami az elvárt lett volna az egész mérkőzésen, és szerezni ilyen szép átlövés gólokat, amikkel megint csak két gólra növeljük az előnyünket. Sajnos ez nem tart sokáig, ugyanis a megítélt büntetőt Lehotai Márcon szabálytalanságával szemben a megítélt büntetőt gyorsan belövik, amire hál' Istennek sikerült Olá Márknak újra góllal válaszolnia. És itt ember előnyben egy jobb szélre lehúzott labdával megint egy gólra zárkózik föl a vendégcsapat, akinél az ősszel edzőváltás volt, tehát új edzővel jöttek. A Dunaraszti csarnokba, itt sajnos pont kritikus helyzetben Szent Ivánszki Gyurika belehibáz egyet jobb szélről, de utána egy nagyon szép labdát ad Szabó Dánielnek, aki megszerzi a 23. gólunkat, és ezzel megint két gólos Dunaraszti vezetés van. Hát a játékvezetők elhitték ezt a büntetőre való rájátszást. Semmi olyan nem történt itt, a játékos gyakorlatilag arra várt, hogy őt megfaltolják. Megint egy nagyon szép Olá Márgót láttunk. Most irányváltásból sikerült neki induló csel után szép gólt szerezni, sőt itt a három gólért támad a Dunaraszti csapat. György Dániel magabiztos büntető góljával 25-22. Majd itt egy nagyon szép begyakorolt figura után már 4 gól a különbség a hazai csapat javára, amire még egy góllal tudott válaszolni rögtön a vendégcsapat. Megint egy nagyon szép labdát kapott jobb szélre a Szent Ivánszki Gyurika, és egy újabb megítélt büntetőt a Csengeri Flórián vált gólra. Sajnos még az első lövés sikerült Csengeri Ádámnak védenie, de a kipattanót azt már nem, így szerezte meg a Tempó csapata a 24. gólját. Amivel ki is alakult a végeredmény, tehát sikerült egy újabb győzelmet szereznünk, mivel továbbra is a dobogó második helyén vagyunk. Az elkövetkezendő mérkőzéseken megpróbáljuk most már elérni azt, hogy ezt a tavaszi bajnokságot úgy befejezni, hogy lehetőség szerint pontveszteség nélkül.